2018-as ARSZ Szakra Fesztivál keretében 8. alkalommal rendezett kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye. Spányi Antal megyéspüspök nyitotta meg Olasz Ferenc fotográfus gazdag életművéből válogatott tárlatát a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Az egyház megpróbálja megmutatni azokat a kincseit, amelyek művészi ihletésből születnek, amelyek valamiféleképpen a szakralitást hordozzák és hozzák a mai ember lelkébe a szemek kapuján keresztül. Itt mi is csatlakoztunk ehhez a héthez, és Olasz Ferenc csodálatos képeivel próbáljuk meg az embereket egy utazásra vinni, és az embereket megajándékozni egy olyan látvánnyal, ami az ő belső építkezésükhöz fontos. Reha György, a kiállítás szervezője, nyitotta meg az eseményt. Beszédében elmondta, hogy a sok kiváló fotóművész közül Olasz Ferenc kiemelkedik azzal a pontossággal, ahogy a magyar nép hitéhez való ragaszkodásának művészi bizonyítékait megörökítette, és így azokat a jövő nemzedékei számára megmentette. Miért pont ráesett a választás annyi kiváló magyar fotós közül? Első három könyvének címei, Fejfák, mindörökké dicsértessék, már jelzik azt az irányt, amit Olasz Ferenc egész pályája alatt hűségesen követett. Az eseményen Olasz Ferenc 2014-ben készült Ars Hungarica című filmjén keresztül a Kárpát-medence művészeti emlékeiből is kaphattak válogatást az érdeklődők. Őrizzük meg emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, mert az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja, a saját síremlékét építi. Minden képemben, és most nem csak a Krisztus arcokról beszélek, hanem a többi szentekről is, én mindig azt az arcot keresem, akit a teremtő a saját hasonlatosságára és képmására teremtett, és szerintem a legfontosabb az, hogy az ember először saját magába keresse ezeket a vonásokat, ezeket a jellemzőket, és akkor egészen más szemmel nézhet saját magára is, és más szemmel a teremtőjére is. Ezek úgy érzem, hogy ezek a Krisztus arcok a legtöbb esetben nekem nem a szenvedő Krisztus arcot hozzák. Lehet, hogy első ránézésre, vagy én is, amikor elkezdem fényképezni őket, akkor a passió, szenvedés keresztül jut az ember eszébe. És van egy pillanat, amikor úgy érzem, hogy ők örülnek annak, hogy én fényképezem őket. A film után Spányi Antal megyéspüspök zárta a délutánt köszönő szavaival. Olasz Ferenc képei az időtlenséget hozzák elénk, hirdetik a megmaradást, azt, hogy a régi dolgok ma is értéket jelentenek, sőt, meg kell őriznünk őket, mert a jövőben is értékesek lesznek, mert a reményt közvetítik, a hitet erősítik bennünk, és a gyökereinkbe vetett hitünket táplálják. Amit itt látnak, azok nem csak a világban meglévő kincsek, hanem üzenetet hordozó képek, amelyeket egy művész szemén, egy művész látásán keresztül kapunk meg, és így találkozva vele valóban belső építkezésünk történik. Ezek a képek elgondolkoztatnak, megajándékoznak békével, csönddel és valami emelkedettséggel. Az igazi művészet minden szép forrásához, az Istenhez akar elvinni bennünket. Ezek a képek is Istenhez vezethetik a nézőket. Olasz Ferenc fotográfus filmrendező kiállítása október 13-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, szombaton 9-től 15 óráig látogatható a Szent Korona Galériában.